Az áldott karácsonyt felirat már a városháza erkélyén van, a faházak is a helyükön, sőt a templom melletti óriás kerék is csak arra vár, hogy elindulhasson. Vasárnap, azaz 27-én már meg kell gyújtani az első adventi gyertyát, és kezdődik a hagyományos ünnepi forgatag Nyíregyháza belvárosában. Idén azonban a megyeszékhelynek is oda kell figyelni a megtakarításra. Az észszerű takarékossággal 16-23 óráig lesz diszkivilágítás, kicsit szűkebb körben, mint az elmúlt években, és alapvetően a korábbi évek ledes beszerzéseivel, ez egy 80%-kal kevesebb költséget jelent, mint eddig. Ehhez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület támogatására is szükség volt, akiknek nem ez az első hozzájárulásuk a belváros meghitt adventi hangulatához. A Vállalkozók Egyesületnek a nevében is benne van, hogy segíti a városnak a munkáját, és így jött az ötlet, hogy amennyiben ez a karácsonyi forgatag meg lesz rendezve, nagyon fontos, hogy világítást is kapjon, hiszen ez adja meg a hangulatát. Így döntött úgy az elnökség, hogy ezt a támogatást megvalósítjuk a Vállalkozók Nyíregyháza Egyesületnek a pénzéből, de már évek óta támogatjuk a forgatagot, hiszen, mint most már látható is kint a téren, megérkeztek azok a kis mini fenyőfák, amelyeket éveken keresztül mi támogattunk és adtuk a városnak a forgatakhoz. A 20 darab gyökeres fenyőfát a hagyományoknak megfelelően a nyíregyházi óvodások fogják felöltöztetni, a forgatag végén pedig a saját óvodájukban ültetik majd el. A Mikulásházat is felállították már a Nyírvévé munkatársai. Itt december 4-től 11-ig, 13 és 19 óra között várja majd a gyerekeket a Mikulás. Nem maradhatnak el a kulturális és szórakoztató programok sem a Kossuth téren. Covid előtt 2019-ben már próbálkoztunk azzal, hogy megkerestünk iskolákat, óvodákat, olyan szervezeteket, akik a városban vannak, vagy a kultúrához köthetőek, hogy ha van kedvük és van műsoruk, akkor adjanak a Kossuth téren, és ebben az évben is a 2019-es műsor olyan szempontból megismétlődik, hogy kettő vasárnapig mindig van valami a Kossuth téren, mindig vannak fellépők, iskolások, óvodások, színészeink jönnek és énekelnek, adnak különböző műsorokat. Az önkormányzat azzal, hogy idén nem hív sztárfellépőket a forgatagba, több mint 5 millió forintot spórol. Szilveszterkor sem lesz utcabál, és a tűzi játék is elmarad. A vásár és az ünnepi fények viszont várják majd azokat a nyíregyháziakat, akik a főtéren szeretnék köszönteni az új évet.